Béldi Lajos régóta horgászik. Szívesen űzi kedvelt hobbiát a Szálkai tavon. Azt mondja, mostanában ő is tapasztalja, hogy a hirtelen jött kánikula káros hatással van a halakra. Emiatt kevesebb állatot fog ki. Igen, talán följebb vannak a meleg véget, hogy nem elhagyták a feneket. Nagy gondot jelent, ha a tavak vize túlságosan felmelegszik. Az ugyanis kihat a víz oxigén koncentrációjára is. A halak pedig akár el is pusztulhatnak, mondja Balog Attila, halgazdálkodási szakértő. Hozzátéve, mindez függ a meder mélységétől és a vízben található élőlények mennyiségétől és fajtájától is. Egy normális vízi populációban, ökoszisztémában ez az oxigén szintnek nem szabad lenne 5 mg per liter alá süllyednie, amennyiben ez alá süllyed, akkor a halak élettevékenységében ez problémát okozhat, ami azt jelenti például a ponynál 4 mg per liter alatti oxigén szintnél csökken az étvágyuk, 2 mg per liter alatti szinten pedig elkezdenek pipálni. Az egyesülethez tartozó vízterületek közül a Sion és a Nagydorogi horgásztónál mértek alacsonyabb oxigén szintet. A szakembereknek azonnal be kellett avatkozniuk. Szálkán azonban eddig nem volt gond. Azt láthatjuk, hogy itt Szálkán megfelelően magas a vízoxigén szintje, 9,95 mg per liter. A Dombóvári Városi Horgász Egyesület kezelésében levő tüsketó ökoszisztémájára is rányomta a bélyegét a nagy meleg. Láthatjuk is a vízen, hogy az elmúlt időszaknak az aszája, illetve az ehhez párosuló extrém meleg, sajnos a zöldalga jelenlétét fokozta a vízben, ami extrém esetekben akár a úgynevezett zöld alga virágzáshoz is vezethet, ami pedig egy oxigén hiányos állapotot idéz elő. A dombóvári szakemberek minden héten ellenőrzik a tó oxigén szintjét. Ha extrém alacsony, akkor biokémiai beavatkozás történik, ám jelenleg nem érte el a kritikus értéket, így elegendő a tüneti kezelés, vagyis nagy mennyiségű víz megforgatása szivattyúkkal.